Sziasztok! Zsuzsi vagyok, ez a mai videó egy ilyen elfogytak és szelektáltam videó lesz, amiben lesznek bőrápolási termékek, és lesz jó sok smink. Sok-sok smink terméken fogyott el egyébként az elmúlt ilyen elfogytak videó óta, bőrápolás kevésbé olyan sok, hát ez mindig ugye így ilyen hullámokban jön-megy, és egyébként most jó pár terméket ki is szelektáltam. Nézzük is! Általában a bőrápolással szoktam kezdeni, úgyhogy most is azzal fogom kezdeni. Kezdem egy kedvenccel, jó, amit szerintem újra is fogok venni. Egyelőre nem vettem újra, még nem fogyott el olyan régóta, de ez szinte biztos, hogy újra fogom vásárolni. Ez a Geek & Gorgeous-nek a Stressless nevezetű ilyen széruma. Nekem ugye eléggé piros tud lenni így a bőröm, és nagyon szereti. Nagyon szereti ezt a szérumot, tényleg egy szuper kis finom szérumról van szó, úgyhogy én nagyon jó szívvel tudom ajánlani. Mondom, szinte biztos, hogy ezt hamarosan újra fogom vásárolni. A nyári bőrápolásom nagy-nagy kisegítője volt az Uriage-nak, ez a Barrier Sun nevezetű 50 faktoros, 50 plusz faktoros, ilyen fényvédő fluidja. Szuper termék. Tényleg én egész nyáron ezt használtam, szerette a bőröm, tudtam rá sminkelni, hamar beszívódott. Tényleg egy ilyen fluid, tehát egy ilyen nagyon vizes állagú termékről van szó. Abszolút kedveltem, úgyhogy örülök, hogy ebből egyébként van nekem még egy, úgyhogy szerintem jövő nyárra vagy tavasz nyára szuper lesz. Úgyhogy tényleg én ennek nagyon-nagyon örültem, hogy nyáron itt volt így a kis kencéim között. Úgy szintén szuper nyári bőrápolási termék volt számomra a Mádarának, ez a Deep Moisture in Balancing fluidja. Ez is egy ilyen fluid, tehát egy ilyen eléggé vizes állagú termék volt, nagyon szépen hidratálta a bőrömet, és nagyon hamar beszívódott. Számomra nyáron ez a két tulajdonság, ami a legfontosabb, tényleg nagyon szívesen használtam. Már láthattátok a csatornámon, szerintem ismeritek is, ez a Clinique-nek, ez a Take the Day Off sminklemosója, szuper kis termékről van szó, most egyébként az Alverdének használok egy ilyen kétfázisú, úgy szintén ez is egy ilyen kétfázisú sminklemosó volt, tehát egy ilyen vizes és egy ilyen olajos részből áll, amit ugye össze kell rázni, az Alverdének is van egy ilyen kétfázisú sminklemosója, én azt is nagyon szeretem, jó szívvel tudom ajánlani, úgyhogy én most azt használom. Szerintem körülbelül egy éve kaphattam egy ilyen Pink Panda Mystery Boxban ezt a Kind Nature márkájú ginzenget és grapefruit kivonatot tartalmazó ilyen arcmaszkját. Ez egy ilyen zselés jellegű arcmaszk volt, ilyen nagyon kis finom kis darabkák voltak benne, ami egy picit így radírozta is az embernek a bőrét. Nyáron én ezt nagyon szerettem használni, úgyhogy én ezt nagyon szívesen elhasználtam. Nem tudom egyébként, hogy ez a Kind Nature márka, ez egyébként kapható-e még. Mondom, én ezt körülbelül egy éve kaptam egy ilyen mystery bagben. Elhasználtam, de nem tudom nektek jó szívvel ajánlani, ez a Bebének egy ilyen sminklemosó kendője, nagyon zsíros marad utána a bőr, úgyhogy én ezt tényleg csak ilyen szvacsok lemosására használtam, de egyébként azt is utána még át kellett törölni mindenképp valamiféle zsebkendővel, vagy szóval szárazra kellett törölni, mert egyszerűen zsírosította így nagyon a bőrömet, úgyhogy én ezt abszolút nem szerettem. Van egyébként belőle még egy szacskóm, amit úgy szintén el fogok használni így szvacsok lemosására, mert a kettőt, tehát egy ilyen double packet lehetett így egyben kapni, gondoltam, milyen jó ára van így, milyen jó lesz, hát nem lett annyira jó, de mindegy, azt is el fogom azért használni. Elhasználtam a La Roche-Posay-nek egy ilyen Antelios 50 plusz faktoros ilyen fluidját, ez is ugye egy ilyen fluid állagú ilyen fényvédő, ami ráadásul színezett, de egyébként annyira enyhén színezett, hogy szinte egyáltalán nem, nekem ez nem lett olyan nagy kedvencem, abszolút maradok az Uriage-nál, ez a La Roche-Posay nekem annyira nem jött be, nem volt rossz egyébként, csak egy kicsit nem értettem ezt a színezett is, de tulajdonképpen nem színezett, szóval nekem nem sokat ért. Elhasználtam még egy ilyen kis pici mintát, ez a Vichy-nek, ez a Mineral 89-es számú ilyen nappali arcápolója, azt írja, hogy így Fortifying and Plumping Daily Booster, vagyis egy ilyen erősítő és egy ilyen bőrfeszesítő ilyen nappali krém, ez is egy ilyen nagyon vízszerű formula, tényleg egy ilyen teljesen áttetsző zselé, nyára így kellemes volt, szívesen használtam, de nem éreztem olyan hűden a csodának, hogy azt mondjam, hogy na én ezt mindenképp meg fogom venni. Sőt, valószínűleg nem fogom megvenni, de azért ezt is szívesen elhasználtam. Ami viszont nem ígér magáról annyit, és mégis jobban szerette a bőröm, ez a Clinique-nek, ez a Moisture Surge nevezetű ilyen nappali hidratáló kréme. Tényleg nagyon hamar beszívódott, de nagyon jó érzés volt utána a bőrömnek.
Úgyhogy ez számomra egy olyan krém, amit abszolút lehet, hogy meg fogok venni, mert ez a kis minta, ez mondjuk 2 napra volt elegendő, de tényleg nagyon szerette a bőröm. Úgyhogy ez egy nagyon szimpatikus kis termék. És mielőtt rátérnék még a sminkekre, még egy termék van, amit mutatnék nektek, ugyan nem arcápolás, de mégiscsak ilyen testápolási termék. Ez a citromos és ilyen írót tartalmazó kézkréme, amit kifejezetten száraz bőrre ajánlanak. Hát én ezt annyira száraz bőrre nem ajánlanám, nyáron nekem teljesen szuper volt, nyáron nekem egyáltalán nem száraz a bőröm, de egy ilyen kis táplálás így esténként jól esett a bőrömnek, arra pont jó volt, de az biztos, hogyha valakinek kifejezetten száraz a bőre, így télen ez szerintem nem lesz elegendő, de egy jó kis termék, tehát én abszolút szívesen használtam, finom, friss illata volt, nekem ez kézkrémnél fontos, úgyhogy ez így nyára egy ilyen szuper jó kis termék volt. Jöjjenek a sminktermékek, és kezdem azzal, ami elfogyott. És kezdem azokkal, amit egyébként már különböző videóimban láthattatok, mert ugye szoktam ilyen mindenféle kihívásokat csinálni, hogy mit, hogyan tudok elhasználni, és itt a nyári ilyen 4 évszak kihívásomban több termék is volt, ami elfogyott, és még nem szerepelt ilyen elfogytak videóban, ilyenkor szeretem ide is berakni, hiszen lehet, hogy nem követitek pont azokat a kihívásaimat, meg nekem is olyan jó érzés ezeket így egyben látni, hogy így mit sikerült elhasználnom, és mit nem. Még azt hiszem viszonylag a nyár elején, nyár közepén fogyott el, ez a Relove by Revolutionnek, ez a baby tint korall árnyalatú, ilyen folyékony, vagy ilyen krém állagú, hát ilyen folyékony rosítója. Szerintem egy jó kis termék, viszonylag kevés terméket tartalmaz, de nem is olyan drágák ezek a baby tintek, ez egyébként 1,4 ml, azért egy ilyen rendszeres használat mellett szerintem egy jó 2 hónap, 2,5 hónapot kitart, úgyhogy ha valami izgalmasabb szint ki szeretném belőle próbálni, én teljesen jó szívvel tudom ajánlani, szájra viszont nem, mert nagyon-nagyon rossz íze van, de pirosítóként nagyon jó. Elhasználtam egy bronzert, ami nem egy új bronzer, ez a Misslinnek a Fiji Fever nevezetű bronzere. Nálam egy körülbelül 3 éve van meg így a gyűjteményemben, és látjátok, sikerült elhasználnom. Én nagyon kedveltem ezt a bronzert, alapvetően egy matt bronzosító volt, talán egy nagyon-nagyon finom ilyen szatén fénye volt, de inkább így a matt felé hajlott, és nagyon szép árnyalata volt, úgyhogy én ezt nagyon szívesen használtam, és bevallom, hogy én egy kicsit sajnálom, hogy így a Misslin márkát, azt most már nem nagyon lehet megtalálni a Müllerben. Ez egy jó kis bronzosító volt, és büszke vagyok rá, hogy sikerült elhasználnom. És amit végül teljesen sikerült elhasználnom, a NYX-nek ez a matt ilyen finishing spray-je, ilyen setting spray-je, ezt hát még amikor ugye végeztem ezzel a 4 évszak kihívásomnak így a nyári etapjával, akkor mondtam, hogy még egy ilyen 2-3 napnyi használat van benne, de gyakorlatilag ezt én akkor is sikeresnek értékeltem abban az adott kihívásban, és tényleg, tehát még egy 2 napot tudtam használni a videó felvétele után, úgyhogy azóta ez elfogyott. Szeretem ezt a setting sprayt, nem a kedvencem egyébként, tehát hogyha a kedvencemet nézzük, akkor az ugye az Urban Decay-nek, az All Nighter, meg a Deslik nevezetű ilyen setting spray-je, de mondjuk ez azért jóval olcsóbb. Szóval, hogy tényleg nem egy rossz ilyen setting spray, illetve én most kipróbáltam egy Revolutionos setting sprayt, de még csak egy pár alkalommal használtam, de nagyon ígéretes. Nagyon ígéretes. És azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy lekőrözi ezt, viszont azt még csak 2 alkalommal használtam, azért ebből már elhasználtam egy teljes flakonnal, úgyhogy még egy picit várnék ezzel, hogy azt mondjam, hogy azt jobban szeretem, de ígéretes. Mindegy, egyébként nem egy rossz termék. Nagyon sokat láthattátok a csatornámon, főleg így az év első felében a Balmnak ezt a medles szempilla spiráját, ami egy abszolút kedvencem lett. Nagyon-nagyon szeretem ezt a szempillaspirált, egyébként ez 4,5 ml tartalmaz, ez a kisméretű minta, és szerintem hogy 6 hónapig használtam, tehát hogy hihetetlenül sok termék volt valahogy benne, és tényleg nagyon nem bánom, mert gyönyörűen hosszabbította a pillákat, szépen szétválasztotta, dúsította, szóval hogy tényleg nekem ez így minden, amit így elvárok, és így szeretnék egy szempillaspiráltól, úgyhogy nagyon szerettem. Mutatom azért nektek egyébként, ha esetleg nem láttátok még nálam videóban, vagy még nem láttátok a keféjét, egy ilyen szintetikus, vagy ilyen szilikon keféje van, ami ugye ilyen íves, tehát szépen íveli egyébként a pillákat is. Én szerettem vele dolgozni, pedig általában jobban szeretem a természetes keféjű szempillaspirálokat, de ezzel abszolút nem volt gondom, úgyhogy ez egy nagyon szuper kis termék. Elfogyott még 2 szemöldök termékem.
Egyfelől a Makeup Obsessionnek ez egy ilyen kis szemöldök ceruzája volt, hát már ugye ilyen nagyon kis pici, és ilyenkor már nehéz vele dolgozni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ez az elfogyott kategória lesz. Ez egyébként a tavalyi ilyen adventi kalendáriumokban volt, én ezt abszolút kedveltem, szerettem, szívesen dolgoztam vele. És elfogyott a Catrice-nek ez a Slimmatic nevezetű ilyen szemöldök, ilyen mikro szemöldök ceruzája, hát már egyáltalán nem tudom kitekerni nektek, ez tényleg egy ilyen hihetetlenül vékony ilyen kis szemöldök ceruza, a végén ugye itt van egy ilyen kis kefe, ezt nagyon szerettem, én egyébként szeretem az ilyen ceruzákat, amiknek az egyik végén ott van ez a kis kefe, a másik vége a ceruza. Ez egy jó kis termék, de 0,05 g, nagyon hamar elhasználtam. Tehát erre így nem számítottam, hogy szerintem körülbelül egy hónap alatt elhasználtam, pedig nekem azért természetesen ugye barna szemöldökön van, és viszonylag dús. Ki kell néha itt-ott egy-egy szállal egészíteni, de nem szoktam nagyon sok ilyen szemöldök ceruzát használni, úgyhogy nekem ez egy kicsit így ilyen árérték arányban azért így nem a legjobb termék. De maga a terméket én viszont szívesen használtam. És akkor most jöjjenek azok a termékek, amiket kiszelektáltam. Egyfelől van két olyan termék, ami szerepelt ilyen kedvencek és csalódások videómban, mint így a csalódás kategória, és végül úgy döntöttem, hogy akkor így el is búcsúzok tőlük. Ebből az egyik a Sleeknek, ez a Life Proof ilyen színes korrektora, ez egy ilyen, ugye ilyen barack árnyalatú korrektor. Én ettől azért szabadultam meg, vagy azért szabadulok meg, mert meggyőződök róla, nagyon büdös illata van. Vagyis hát ilyen kemikália szagú, és ez nekem így nem jó érzés így a szem környékére felaplikálni, úgyhogy 2-3-szor kipróbáltam, de nem volt jó érzés, és tényleg nagyon erős kemikália szaga van. Nem tudom, hogy ez azért, mert esetleg megromlott, pedig azóta van ilyen illata, mióta megvettem, tehát hogy nem az volt, hogy megvettem, állt egy évet a szekrényben mondjuk, hanem megvettem, kibontottam, és ilyen illata volt, szóval na mindegy. Tehát nem tudom, hogy azért van-e ilyen illata, mert ennek ilyen illata kell, hogy legyen, de nem, nekem ez nagyon-nagyon nem. A másik termék, amit szerintem úgy szintén már láttatok ilyen kedvencek és csalódások videóban, hát a Pink Pandának ez a kicsi ilyen szájfénye, ennek meg egy ilyen mellékíze van. És én azt nagyon-nagyon-nagyon nem szeretem, hogyha egy szájra való terméknek mellékíze van, mert nem, szerintem nem is kell nagyon ezt magyarázni, úgyhogy ez nekem nem. És kiszelektáltam a gyűjteményemből még 3 palettát. Mondom, hogy melyiket miért, mert itt nem arról van szó, hogy ezek olyan paletták lennének, amiket nem igazán szerettem. Az egyik, ez a Welcome to Miami palettája az Essence-nek, ez nekem az augusztus-szeptemberi ilyen fókusz palettám volt, és nem igazán tudtam megszeretni. Mutatom a színeket, ilyen színeket tartalmaz, nagyon szép kis ilyen tavaszi, nyárias színei vannak, és valami miatt nem, tehát még úgyse, hogy úgymond ilyen fókuszpaletta volt, tehát direkt előre ki volt rakva, egyszerűen így nem nyúltam így igazából utána, és arra gondoltam, hogy ezt inkább majd el fogom valakinek ajándékozni, akinél így valóban használva lesz. Egyébként nincsen probléma vele, tehát szépen pigmentáltak a színek, szép sminket lehet vele készíteni, valahogy mégse egyezünk így ebben a színkombinációban. Aztán el fogok búcsúzni egy olyan palettámtól, amit én nagyon-nagyon szerettem, csak nagyon régi. Ez nem más, mint a Lovely-nak ez a Peach Desire nevezetű palettája. Egyébként talán még mindig lehet kapni ezt a palettát. Ő így néz ki, és így egészen egyszerűen megvannak nekem más palettákban már ezek a színek, és ez nagyon régi paletta, tehát tényleg szerintem 5-6 éves palettáról van szó. Biztos, hogy nem fogok igazán így hozzányúlni, mert mondom, más formulákban megvannak ezek az árnyalatok. Nyilván, ahogy így egyre idősebb lesz egy paletta, annál kevésbé tartósak ezek a szemfestékek, ami nekem egyébként fontos, mert én eleve küzdök azzal, hogy így mennyire tartós egy szemfesték, vagy nem. Úgyhogy szerettem ezt a palettát, de az az igazság, hogy egyszerűen már egy kicsit öregecske, és már nem tudom annyira jól kihasználni. Hasonló okok miatt válok meg a Makeup Obsessionnek ez a Dream with a Vision palettájától. Ettől egyébként nem fogok teljes mértékben megválni, ugyanis látjátok, itt néhány szemfestéket egyébként kivettem belőle. Egyszerűen ezek a festékek, amiket itt így benne hagytam, ezek annyira nem. Tehát ezt a sárgát kifejezetten nem szerettem, ezt a zöldet kifejezetten nem szerettem benne, ez a ilyen lilás árnyalat, ez nagyon fog egyébként,
A többit meg nem éreztem így annyira hű de különlegesnek, és egyszerűen túl nagy ez a paletta ahhoz, hogy itt így tartogassam. Viszont átpakoltam egy ilyen kis mágneses palettába azokat a színeket, amiket viszont szívesen használok, és szeretnék a továbbiakban is használni. Úgyhogy ez most így néz ki, ez a kis mágneses paletta. Ebből ez a kettő szín, ez a kettő, ez Miami szín, a többi az viszont ebből a Dream with a Vision palettából van, úgyhogy ezeket így ebben a formában továbbra is fogom használni, de mégiscsak így azért kevesebb helyet foglal ez a paletta. De egyébként ez nem olyan rossz paletta, csak ez is már egy ilyen viszonylag régi, nem annyira, tehát ez nem 4-5 éves paletta, de vannak ezekből a színekből olyan árnyalatok, amiket szívesebben használok. Hát ennyi terméket sikerült elhasználnom a legutóbbi ilyen elfogytak és szelektáltam videó óta. Remélem, hogy hasznosnak találtátok, és remélem, hogy hamarosan találkozunk. Sziasztok!